olyan időszakát éljük a városnak mostanában, hogy évfordulókra emlékezünk. 2011-ben ünnepelte a város újratelepülésének 300. évfordulóját, akkor egy nagyobb ünnepség sorozattal, egy díszközgyűléssel, amiben a református templommal, a presbitériummal együtt tartottunk, emlékeztünk egy kicsit nagyobb távlatokban a város történetéről. Ugye 40 éve, 1973-ban történt meg az a esemény, amit a békésiek már nagyon vártak, hogy Békést várossá nyilvánították, és ebből az alkalomból most ismét összejöttünk, ugyanúgy, mint ahogy a családok összejönnek, barátok összejönnek, amikor egy-egy alkalom van, egy-egy születésnap, névnap, évforduló, hogy emlékezzenek részben, beszélgessenek. Egy-egy ilyen kiállítás, egy-egy ilyen emlékezés nyilván a nosztalgiázásra is jó, egy kicsit. Itt, ha körbenézek a teremben, látom, hogy nagyon sokan végigélték ezt a 40 évet itt a városban velem együtt. Én pontosan 73-ban kezdtem el dolgozni, itt Békésen, de sokan már akkor itt dolgoztak, sokan később jöttek. Tehát egy olyan időszak ez, ami egy ember életében átfogható, áttekinthető, emlékezhet fiatalságára, emlékezhet akkor történtekre. Ugyanakkor egy ilyen kiállítás, egy megemlékezés arra is nagyon fontos, hogy példát állítsunk a maiaknak, az utódoknak, hogy az élet nem velük kezdődött, meg nem is velünk kezdődött. Ugye a fiatalok hajlamosak azt hinni, hogy hát ugye a múltban nem azt, hogy nem történt semmi, de hát nyilván a vehemenciájuknál én is ilyen voltam, meg vagyok is sok esetben, hogy velünk kezdődött a történelem, hát ez nem így van, mert az elődök nagyon sokat tettek azért, hogy a város ilyen lett. Tehát magyarul elébe állítani a fiatalságnak azt a esemény sort, történés sort, ami a város kultúrájában, a város közéletében, iparában, mezőgazdaságában, iskolaügyében, tanügyében, fejlődésében történt az elmúlt 40 évben, amely egy igen bőséges és komoly szakirodalmat kitevő anyag lehet, mint ahogy tudom, igazgatóasszony készít is egy ilyen tanulmányt, hogy mik is történtek itt az elmúlt 40 évben. És nagyon fontos az, hogy maiak lássák, hogy hogyan történt. Ez mik történtek, hiszen egy része már sajnos ma nem látható, hiszen a 40 év kezdetén, a 60-as, 70-es években itt működő vállalkozások közül jó néhány, akkor még nem így hívták, hanem hogy üzem, megszűnt, vagy átalakult. Az épületek is átalakultak, megszűntek épületek, újak alakultak, hogy lássák, hogy is nézett ki a város, és mi volt az az út, ami oda vezetett, hogy pillanatnyilag itt tartunk. És valamennyiünknek, akik most jelen vagyunk, azt kívánom, hogy az elmúlt időszak változásai, a következő 40 év ugyanitt érjen meg majd bennünket, és akkor is valaki majd itt álljon a mikrofon előtt, és az elmúlt mondjuk 80 évről emlékezzen, akkor talán egy kicsit rövidebben és sűrítettebb anyaggal, és akkor is tudjunk olyan példákat mutatni, olyan emlékeket mutatni az utódoknak, vagy tudjanak majd, akik itt állnak, ami méltó arra, hogy megemlékezzünk.